A koronavírus járvány ideje alatt a társadalmi felelősségvállalás az egészségügyért és a kórházak dolgozóiért egyértelműen megjelenik az adományozásban. A támogatók fantáziája és kreativitása folyamatosan megjelenik a különféle adományokban. A Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban a mai napon is nagylelkű felajánlás érkezett a Széphalmi civil szervezetek összefogásával. Tavasszal a vállalkozásunk ajánlott fel adományt a kórház dolgozóinak, most pedig a Sebes Péter úr a Széphalmi részönkormányzat szervezésében három Széphalmi civil szervezet felajánlásával hoztuk el ezt az ajándékot, 20 darab pizzát és 2 láda üdítőt a Széphalmi Horgász Egyesület, a Széphalomért Alapítvány és a Széphalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ajánlotta ezt. A felajánlások hátterében sokszor személyes érintettség is megbújik. A betegséggel, kórházi kezeléssel kapcsolatos tapasztalatok csak felerősítik az ott dolgozók iránti tiszteletet. A Széphalmi Horgász Egyesület horgászmestere elhunyt sajnos ebben a betegségben. Tőle hallottuk, hogy mindent megtesztek a kórházi dolgozók azért, hogy meggyógyítsák őket, de sajnos ő idős volt, beteg volt, és ez nem sikerült. A koronavírus járvány minden szektorra komoly terhet ró, ám az egészségügyben dolgozók munkája jelenleg különösen küzdelmes és megerőltető. Minden felajánlás elismerés és biztatás a járványban dolgozó orvosoknak és ápolóknak.